Köszöntöm kedves nézőinket, a Telena magazint látják. Stercné asztalos Zsuzsannát választották meg, Tolnán a helyi önkormányzati képviselők a város új alpolgármesterévé. A voksolásra Pirgi József halála miatt volt szükség. Tolnán két alpolgármestere van a városnak, ám a törvény szerint egyikőjüknek a képviselőtestületben is tagként kell részt vennie. Berta Zoltán Tolna másik alpolgármestere pedig nem tagja a képviselőtestületnek. A képviselők most egyhangulag döntöttek Stercné asztalos Zsuzsanna társadalmi megbízatású alpolgármesteri posztjáról. Szakmai napot tartottak Tolnán a gyermekvédelmi jelzőrendszerben dolgozó szakembereknek. Az előadók témái között gyakorlati és elméleti ismeretek is szerepeltek. Igen, az a láb, de most már ellentétes kéz, ellentétes láb. Figyeljetek meg, csaló, minden unokó, de most megint ugyanaz a kéz, ugyanaz a láb. Egyszerű mozgásgyakorlatok, amik segítenek az agy bal és jobb agyféltekiek közötti összhang megteremtésében. Ezekkel készült a szakmai napra Bagyas György agykontrolloktató. Ami szerintem nagyon fontos, amit idékeztem kifejezni az itt jelenlevőknek, hogy a mi felnőttek, hogy a gyerekekre hogyan hatunk, hogy milyen szavakat használunk, hogy hogyan viselkedünk velük, hogy igyekszünk például problémás helyzeteket megoldani. Ezekből a gyerekek azt a mintát tanulják el, amit mi képviselünk. Ezért éppen kiemelt felelősségünk van arra nézve, hogy ez a jövő generáció ez hogyan fog alakulni, milyen felnőttek lesznek belőlük. Ide az előadók. Hívtunk meg három előadót ma, a közönség soraiba pedig a Család és Gyermekjóléti Szolgálat, a Család és Gyermekjóléti Központ jelzőrendszerének a tagjai, óvónők, védőnők, pedagógusok, tanárok, tanítók, intézményvezetők, civil szervezetek képviselője, családsegítők, idősellátás képviselője, teljességigénye nélkül közel 50-en vannak itt a mai napon. Tulajdonképpen ez a mai nap egy zárókonferenciája is az FOP 329 az iskolai, óvodai, szociális segítőkért pályázatunknak. A pontos címe különben az óvodai és iskolai szociális segítés a Tolnai járásban című projekt, aminek ez a záró konferenciája, és így próbálunk tartalmas előadásokat biztosítani. A mindennapi munkát megkönnyítő egyszerű gyakorlatok mellett a Tolnai járásban dolgozó szakemberek új módszertani eredményekkel is megismerkedhettek. Ez arról szól igazából, hogy ugye a mai rohanó világunkban, amikor a technika, illetve a számítógép elfajult, most már lájkokban mérjük a dolgokat, úgy gondoltam, hogy igenis kell egy olyan dolgot adni, mint a pedagógusok, mint a szülők, illetve a gyermekek kezébe is, amivel jobban érezhetik magukat a hétköznapokban, illetve a mindennapokban. Gyermekeknek van erre négy technika, a három új technika, a csendjáték, azért szeretlek, mert, illetve te milyen állat vagy és miért. Ugyebár ezek a technikák kifejezhetik azt, hogy hogyan érzik éppen a gyerekek magukat, illetve egymásnak el tudják mondani, hogy mennyire szeretik a másikat. A szakmai nap egy hónapokon át tartó rendezvény sorozat záró programja volt. Én úgy gondolom, hogy ez a szakmai nap egy kicsit kiszakadás a mindennapokból, egy kis szellemi-lelki táplálék, és hogy úgy mondjam, egy ilyen képletes hátizsákba adjunk is valamit, amit hazavisznek innen a résztvevők. Tolna megye minden településére megérkezett a Mikulás, és sehova nem érkezett üres kézzel. Tolnát sem hagyta ki, a lovarda épületen megtelt a Mikulásra váró családokkal. Hatalmas zsivaj töltötte be a Tolnai Kulturális Központot. Rengeteg család érkezett az adventi ablaknyitogató elnevezésű rendezvénysorozatra. Mindenki a Mikulással szeretett volna találkozni, és egy kis mondókáért cserébe valami finomságot kapni, ám nekünk is sikerült mikrofon végre kapni a nagyszakállót. Télapó, hosszú utat tett meg eddig? Igen, hát egész Lapföldön. Hogy fogadták itt Tolnán a gyerekek? Szokás szerint nagyon kedvesek, aranyosak. Miket hozott a zsákjában? Csupa jót. Csupa jót, az mit jelent? Diót, magyarót, csokit, szaloncukrot. Nem csak a télapó érkezése váltott ki izgatottságot a gyerekekből, hanem az elérhető játékok széles tárháza is.
Volt itt úgynevezett középkori játszóház, ahol természetes anyagokból készült rusztikus játékokat lehetett kipróbálni. A diótörés, vesző karika dobálás és számos hagyományőrző népi játék minden korosztály fantáziáját megmozgatta, miközben a kézügyességük is fejlődött. A gyerekek az izgatottságtól alig kaptak levegőt, miközben sorolták, mennyi fajta játékot próbáltak ki. A kocsisat! Nekem az tetszett a kocsis, meg ez! Vagyis a legnagyobb kedvenc a távirányítós autók voltak. A kicsik sorban álltak a pálya előtt, amin versenyezhettek a kocsik. Volt, aki a télapó krampuszának öltözött, és csillogó szemmel pörgött-forgott új zöld-piros tűrruhájában. Más órákat töltött a kézműves foglalkozáson, ahol csak a fantázia szabott határt a különböző karácsonyi díszeknek. A gyerekek örömmel színeztek, ragasztottak, vágtak, hajtogattak szüleikkel közösen. Természetesen a társas játékok is előkerültek. Nagyon jól érezzük magunkat, és a gyerek az nagyon élvezi. És hány éves? 6 lesz, pont holnap lesz a szülinapja, és nagyon jók ezek a hagyományos játékok, nagyon egyszerűek, és mégis nagyon leköti a gyerekeket. Úgyhogy a kézművesen is részt vettünk, az is nagyon jó volt. Nekünk tetszik. Nem csak a gyerekek várták a nagy szakállót, hanem a felnőttek is. Többen a Mikulással is fotózkodtak, mások a sakkasztalnál cövekeltek le órákra, ahol izgalmas játszmák zajlottak a gyerekek gyűrűjében. A háttérben pedig a helyi egyesületek kínálták portékáikat, általuk készített süteményeket, karácsonyi díszeket, ám a befolyt összeget jótékony célokra fordítják majd. Csak úgy, mint a lovarda előtt felállított bódékban kínált forralt borhoz, forró teához sem fix árért lehetett hozzájutni, mindenki akkora összeget adott érte, amennyit a pénztárcája elbírt. Appelszoffer Ágnes Tolna polgármestere azt mondja, a város adventi rendezvényeinek éppen ez volt az üzenete, meghitten ráhangolódni az ünnepekre, segíteni a rászorultakat. Egyébként ez már egy nagyon régi rendezvénysorozat, most már jó néhány éve szervezünk adventi hétvégéket. Először a Városháza előtti tére volt, és most azt gondoltuk, már néhány évvel ezelőtt, hogy ez az a közeg, ahol nem zavarjuk egyébként a lakókat, a környezetben lakókat, de mégiscsak egy nagyon szép és nagyon a bármilyen ünnephez kapcsolódó rendezvényt itt meg lehet tartani, tehát éppen azért választottuk ezt. Részben azért is, mert azért van egy olyan fedett hely, ahol az időjárás viszontagságainak nem vagyunk kitéve, hogy évek óta úgy próbáltuk összerendezni, a kollégáim úgy próbálták ezt az ünnep sorozatot összerendezni, hogy a családi készülődésben még ne nyúljon bele, mert én alapvetően azt gondolom, hogy a karácsony az egy családi ünnep, de mégiscsak kell, hogy egy nagyobb közösség is megünnepelje ezt, úgyhogy mi inkább a télapót várjuk, és ez sikerült valahogy így december elején úgy igazítani, december eleje időponthoz, hogy a télapó érkezését is akkor a gyerekek itt tudják, vagy itt tudnak örülni neki. Mindenképpen valami olyan a ünnepőrhöz kapcsolódóan, főleg gyerekprogramokat. Mert hogy a felnőtteknek most lesz egy koncert, és aztán itt van kint forralt bor, és tudnak mindenféle apróságot vásárolni. Itt az adventi készülődés során, amivel egyébként jótékonykodnak is, mert azért mi nem kereskedőket hívtunk ide, hanem olyan szervezeteket, akik azt a befolyt összegből a karácsony közelettével a rászorultakat fogják segíteni. Tehát én azt gondolom, hogy itt most nem a pénzköltés a lényeg, hanem az a lényeg, hogy egy kicsit a közösség együtt legyen, és amit pedig itt az emberek költenek forralt borra, ajándékra, az pedig jó helyre kerül. Most rövid reklámblokk következik, de maradjanak velünk.
érezze magát otthon a világban. A Neckermann helyi partnere a Romcar Travel két helyen, Tolnán a Penny Markettel és Szexádon a főpostával szemben várja az utazni vágyókat. Hétvégén már indulnak egynapos adventi autóbuszos járataink Európa nagyvárosaiba. Töltsön egy kellemes napot a bécsi adventi forgatagban, bukkantson be a csoki jártás folyamataiba, vagy vegyen részt a Schönbrunni kastély látogatáson. Mindez már 6.990 forint per főtől. Jövő évi nyaraláskon gondolkoznak? Foglalható már az összes közkedvelt görög nyaralóhely. Egy hét apartmanban, busszal, Stravosban, személyenként már 28.900 forint per főtől, és fizetni ráér majd januárban. Ne feledje, mi azért vagyunk, hogy ön otthon érezze magát a világban. Nézzen be hozzánk, vagy keresse fel Facebook oldalunkat, ahol kiemelt opciókkal várjuk. Békés, meghitt karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk valamennyi ügyfelünknek. Ne feledjék, jövőre is a már megszokott magas minőségű szolgáltatásokkal és alacsony árakkal várja önöket Tolnán az Antal Service Kft. Szól a rádió címmel nyílott híradástechnikai kiállítás Tolnán az adventi ablaknyitogató programsorozat részeként. A tárlatot összeállító fácánkerti férfi a múlt század rádió modelljei mellett korabeli televíziókészülékeket és lemezjátszókat is évek óta gyűjt már. Ezekből állított ki most Tolnán a helyi Magházban jó néhányat. Ez volt az első készülék, innen indult végül is a gyűjtői szenvedélyem. Ezt kaptam 14 éves koromban, ez tökéletesen üzemben. Több mint 12 éve, 14 éves korában fertőzte meg különös hobbija Johanovics Lászlót, az akkor még kamasz fiú nálánál évtizedekkel idősebb híradástechnikai eszközöket kezdett gyűjteni. Igazából 14 éves koromban édesapám hozott nekem egy videóton készüléket, és tulajdonképpen maga a készüléknek az elrendezés, az esztétika egy magával ragadt. És attól perctől kezdve kezdtem el gyűjteni, tehát elkezdett érdekelni az elektronikája, sokkal több készüléket szerettem volna összegyűjteni, megtetszettek végül is ezek a készülékek, tehát maga a külső, ami annyira megfogott. És utána kezdtem el vásárolni, illetve ajándékba kapni tévékészülékeket, lemezjátszókat, lemezeket, tehát ilyen régi híradástechnikai eszközöket. Készülékeim tartalmaznak rádiókat, lemezjátszókat, illetve magnetofonokat, rádióban kb. 110 darab van. Televízióban 20-25 darab, lemezjátszóból is egy olyan 10-18 darab van, illetve még egy olyan 150 darabos lemezgyűjtemény. Érdekes ugye, mert ma már egy telefonon, ami mindegyikünk zsebében ott van, elfér a televízió, a rádió, a zenehallgatás, minden egyéb. Itt azért a 40-es, 50-es, 60-as években az emberek a rádión keresztül tájékozottak a világról. Tehát a rádió volt, ha fogalmazhatok úgy, az internet. A rádió kezdetén igazából középhullám, hosszú hullám és rövid hullám volt. Viszont az 50-es években bejött az ultra rövid hullám, FM, mai néven így ismeretes. A rádió érdekessége, hogy mint a zongora billentyű, úgy helyezkednek el a különböző állomásváltók. Bármely gomb lenyomásával a készülék üzembe helyezhető, és várni kell ilyenkor. Tehát, hogy ez nem szólal meg azonnal, ezekben még elektroncsövek vannak, aminek kell pár másodperc, mert ugye bemelegednek, és utána üzemképes a rádió. A tárlaton most kiállított szinte valamennyi rádió és tévé üzemképes állapotban van, a berendezések viszont koruknál fogva gyakran nem így jutnak el a gyűjtőhöz. Első ízben mindig próbáltam olyan készülékeket vásárolni, vagy olyan készülékeket kaptam, ami üzemképes, illetve jó állapotú. Most már azért próbálom tudásomhoz mért az elektronikai részét is megjavítani, illetve elsőként mindig a külső, amit rendbe szoktam tenni, tehát különböző
munkákat igényel, tehát csiszolási munkák, hiszen ezek ugye még fából készültek, ezek a rádiók és televíziók, tehát elsőként mindig a külső, amit megpróbálok helyreállítani, és utána jön a belső része. Az elektronikai részében van, amikor van segítségem, egy több idős műszerész szokott nekem segíteni, hogy mit, miért, és hogy egyéb, tehát milyen kész, mit kell, mik azok, amikre oda kell figyelni, illetve hát nem ez az, tehát már körülbelül egy jó pár készüléket sikerült megjavítanom, megvannak azok a tipikus hibák, amik. Tehát ugye ezek a 20-30 éve felkerültek a padlásra, azóta ott állnak, porosodnak, a legtöbb általában ilyen kontakthibák vannak, amiket nagyon egyszerű orvosolni. Szinte hihetetlen, de amint az el is hangzott, a fiatal gyűjtő azt mondja, előfordul, hogy egy-egy igazán ritkám, de felújításra szoruló darabot ajándékba kap, például egy padlástér romtalanítása után, és az sem ritka, hogy úgynevezett donorkészülékeket kell felhajtani a bolhapiacokon. Az 50-es, 60-as években készült rádiók és televízió készülékekből még több felelhető, akár padláson, garázsban, illetve különböző vásárokban is. És akkor hát tehát van olyan készülék, mondjuk, hogy tehát kettő egyformából egy születik, de akkor az egy az üzemképes lesz és felkerül a polcra. Természetesen nem bírtam megállni, hogy rákérdezzek, miért nem például modern Blu-ray vagy MP3 lejátszókat gyűjt egy a 20-as évei közepén járó fiatalember. Nem tudom. Tényleg akkor az első videótól rádiót megkapta, és az annyira magával ragadt, hogy elhatároztam, hogy nekem még több kell. Még többféle, még több fajta készülék, és vannak olyan készülékek, amik napi használatban vannak. Johanovics László egészen lenyűgöző a múltat idéző tárlata január 8-áig tekinthető meg a Tolnai Magházban. Tolna városának legapróbb lakói is zenés játékkal hangolódtak az ünnepre a Magház munkatársainak jóvoltából, mutatjuk is a részleteket. Szent karácsony délután, szép a hó a fejőfán, és kilátott ilyen nagy csodát, együtt lesz az egész család. A Szabad Ötletek Színháza Havat kérünk karácsonyra című zenés mesejátékával hangolódhattak a tolnai gyerekek az ünnepekre. A nézőtér csordultig megtelt, csillogó gyermekszempárok, kacagó fiúk, lányok örömmel és izgatottan figyelték a színpadi produkciót. A Vosinszki Moromodában több száz gyermek jár az egész városban, és mindig várjuk ezeket a rendezvényeket. Éppen benne vagyunk egy nagy karácsonyvárási készülődésben. Tegnap volt nálunk a Mikulás, úgyhogy a gyerekek nagyon boldogan várták azt is. Ez a műsor pedig nagyon szépen illeszkedik a karácsonyváró időszakba. Az óvodában is a szülőkkel együtt is műsorokat készítünk a gyerekekkel, és ez évek óta látogatjuk ezeket a rendezvényeket, és nagyon színvonalos műsorokat kapunk minden évben, úgyhogy semmiképpen nem szerettük volna kihagyni, és nagy izgalommal várjuk a mai előadást, mert úgy tűnik, hogy ez is nagyon élvezetes lesz a gyerekek számára. Nagyon jól illeszkedik a pedagógiai programunkban. Mi nem karácsonyt ünnepelünk, ugye, hanem azt a családnak meghagyjuk, hanem elsősorban várjuk, és erre készítjük fel a gyerekeket. Az óvodában is meghívjuk a szülőket, és ott is kis ünnepséggel, kis teázással, együtt közös hangulatban várjuk a karácsonyt. Gondolom, ilyenkor rengeteg verset tanulnak a gyerekek, rengeteg éneket tanulnak, ami kicsit ugye a szívüket melengeti, és hát az ünnepvárást várja.
Így van, természetesen, hát a Mikulás is nagyon boldog volt, amikor elhalmoztuk tegnap versekkel, énekekkel, és hát ez a készülődés folytatódik, naponta énekelünk, zenét hallgatunk, táncra perdülünk, úgyhogy nagyon vidám hangulatba telik, és azt gondolom, ez az előadás ugyancsak hozzájárul az a sikeres készülődéshez és az örömváráshoz, hiszen ennél fontosabb nem kell, mint a család és a szeretet jegyében eltelni ennek az időszaknak. Ó, milyen kellemes fogadtatás! Ó, és milyen könyörű karácsonyfa! Hát én mindjárt elsírom magam a boldogságtól. Persze nem, hát sírni a lányok szoktak. A fiúk rosszalkotnak valamit. Lássuk csak mindent! Mókázásból is kijutott bőven. Az ördög sok-sok huncutságot talált ki. A színpadra is felmerészkedtek a vállalkozó kedvű apróságok. Lelkesen segítettek a karácsonyfát díszíteni, és az ajándékokat csomagolni az angyalkának, az ördögnek és a kisfiúnak. Szoktunk díszeket csinálni, meg verseket mondani. Miket? Milyen díszeket készítettetek? Ilyen télapót, hóembert csináltunk. A mai színpadi műsornak az a címe, hogy havat kérünk karácsonyra. Te hogy állsz ezzel? Szeretnél-e havat? Miért szereted a havat? Azért, mert hóembert is tudunk építeni, meg hógolyózni. Ha hógolyozni most még nem is tudtak a gyerekek, de nagyon jól érezték magukat az előadás alatt. A bátrabbak még verset is mondtak, és énekeltek is nekünk. Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás, gyere már, gyere már, minden gyerek vár, krumpli, cukor, csokoládé, jaj, de jó. Alai barbára, levél a télapóna. Kedves öreg télapó, azért írok levelet, úgy kéne egy hintaló, hozzá nekem, ha lehet. És még hozzá vonatot, autót, labdát, furuját, fenyőt is, egy jó nagyot, meg egy élő kiskutyát. Tisztelettel, kis Balázs, nagy csoportos óvodás! Ha kijártad ezt az iskolát, még angyal is lehetsz, hát ne várj tovább! Ébredj fel, ez a legjobb pillanat, ha kárvány élsz, sosem lehet. Kezd beérni figyelemre méltó eredményekkel Tolnán is az a munka, amit a megye egyik ismert karate edzője Bali Ervin úgy 10 évvel ezelőtt a nulláról indulva elkezdett. Két meghatározó versenyző nem csak a hazai versenyeken jeleskedik, hanem nemzetközi porondon is ér el sikereket. Egy ötödik hely és egy bronzérem a tolnai karatékák idei EB mérlege. A tolnai Shotokan karate két meghatározó versenyzője, a forma gyakorlatokban katában induló Veres Ádám és a küzdelemben érdekelt Szászi Kata a legfőbb hazai versenyeken, az EB-ken is bizonyította az idén erre a sportág való rátermettségét, fejlődését az U16, U17-es korosztályokban. Mivel magas vagyok, ezért az az előnyöm, hogy hosszú kezem és hosszú lábam van, és a magasságom miatt, meg a súlyom miatt egy kicsit nehezebben mozgok, és az a hátrányom. Ádámról tudni kell, hogy ő magyar bajnok volt kümitében is. Tehát ő indult, csak a testalkata, illetve voltak olyan sérülése, miatt úgy döntöttünk, hogy mi teljesen átállunk a forma gyakorlatra. Ez úgy éreztük, hogy ez jobban fog feküdni az ő vékonyabb testalkatának. Veres Ádám egyébként először a kümitében, köznyelven szólva, a bunyóban jeleskedett, bár voltak már figyelemre méltó eredményei a katában is. Mégis úgy alakult, hogy ma már csak a katára koncentrál. Éppen, hogy csak lecsúsztunk a 4-es döntőről, de az első 3 csapat az
sokkal megelőzött minket, mert idősebbek és többet gyakoroltak nálunk. Ipponsúban azt gondolom, hogy mindenképp ott vannak a legjobb háromban mind a ketten. Ugye a Kata pillanatnyilag még ugye a kadett januárban betölti a 18-at, úgyhogy átkerül majd a junior korosztályba. Ott egy picit nehezebb dolga lesz, de Ádámnak még van egy bő egy év abban, hogy a kadett versenyszámokba induljon. Bár ő már a junior versenyzők között is ért el eredmény, sőt már felnőttben is sikerült az első névbe bejutnia. Éppen ezért okkal bizakodik mindkét tolnai karatéka legalább abban, hogy a 2018-as sikerek jövő évben is folytatódnak, titokban még ezeknél is jobbakat remélnek. Már ennyi fért a Telena magazinba, köszönjük, hogy minket választottak, tegyenek így legközelebb is, viszontlátásra!